Nagyon sok szeretettel köszöntjük a sajtótisztelt képviselőit az Eszterházy Károly Egyetem októberben aktuális havi hírek sajtótájékoztatóján. Megkaptátok a napirendi pontokat, ennek mesdjéjén haladunk. Offenbacher Ferenc úr, bízunk benne, hogy csatlakozik hozzánk, sietve jön, és akkor kiegészítő is a Kamaraopera Fesztivállal kapcsolatos programpontot, de természetesen, ahogy már megszokhattátok, az első szó mindig a rektori ezeken a rendezvényeken, úgyhogy tisztelettel kérem rektor urat, hogy nyissa meg a sajtáit. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntöm a sajtó képviselőit. Nem fogom elvenni a sót a kollégáim elől, úgyhogy hagyom őket érvényesülni. Pár mondatot arról szeretnék mondani, hogy tegnap elbúcsúztunk Nagy Pál Ákostól, és szeretném megemlékezni úgy róla, mint aki az egyetem jó hírét vitte. Itt volt nagyon sokszor, készített velem beszélgetést, riportot, mindig az maga szerény emberi módján, odafigyelve és mindig jót akarva. Nagyon-nagyon furcsa az, hogy ugyan nem az egyetem dolgozója, de mégis úgy érezzük, hogy valakit elvesztettünk. A sajtótájékoztatón egy kicsit szokatlan módon szeretnék egy perc csendet kérni, hogy egy kicsit mindenki gondolkozzon a sorsán, a világon, és tiszteljük meg őt azzal, hogy rá gondolunk. Bár még októbert írunk, a november a tudomány jegyében zajlik, a november is mondhatnám, a tudomány jegyében zajlik az Eszterházy Károly Egyetemen, két programponttal is ezekre a rendezvényekre szeretnénk felhívni most a sajtó figyelmét. Elsőként megkérném Juhász Tibor Déken helyettes urat, hogy legyen kedves ismertesse a tudományünnepi rendezvényeket itt az Eszterházy Károly Egyetemen. Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, bizonyára sokak számára ismert, hogy országgyűlésünk elismervén a tudomány társadalomban betöltött kiemelkedően fontos szerepét. 2003 évi 93. törvényével november 3-át a Magyar Tudomány ünnepévé nyilvánította. A november 3-a időpont ugye arról ismert, hogy 1825-ben Gróf Széchenyi István ezen a napon ajánlotta föl birtokainak egyévi bevételét a Magyar Tudós Társaság, azaz a mai Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. És akkor azóta minden évben nem csak a november 3-ai napon, hanem november 3-tól kezdődően több héten keresztül országszerte szerveznek tudományos programokat. Ezek remek alkalmat kínálnak arra, hogy a kutatók egy kicsit megmutatkozzanak a nyilvánosság felé, illetve különböző területen működő kutatók megismerhessék egymás munkáját, egymás eredményét. Ehhez az Eszterházy Károly Egyetem hagyományai a szíven az idén is csatlakozni fog, és szervez rendkívül széles skálán programokat minden kedves érdeklődő számára. Az idén az emberközpontú tudomány jegyében, ugyanis a Magyar Tudományos Akadémia ajánlásával ez a mottója az idei rendezvénysorozatnak. A hivatalos intézményi megnyitóra november 8-án 14 óra kezdettel fog sor kerülni a Líceum kápolnájában, ahol ünnepi köszöntőt mond majd Liptai Kálmán rektor úr, illetve Rósz András akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának elnöke is. A köszöntőket követően három plenáris előadást terveztünk. Az összeállításban igyekeztünk azt szemléltetni, hogy tudományos kutatások minden generációban, minden tudományos szinten, Egerben is, a kampuszainkon is, férfiak által és nők által művelve is zajlanak, és a három előadást ennek megfelelően válogattuk össze. Az első előadónk az Plé Csaba, az MTA rendes tagja lesz, nagy messzisztették számunkra, hogy elfogadta a felkérésünket. A előadásának címe: mit tud nyújtani a pszichológia közoktatás tervezéséhez.
Ugye már a címből fakad, hogy valóban ki szeretnénk menni az egyetem falai közül. Én úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez nem csak az egyetem falain belül aktuális, hanem úgymond városi szinten, sőt regionális szinten is érdekes lehet. Tehát szeretettel várunk ezekre az előadásokra mindenkit a városból és régióból. A második előadó Kozák Anita, ő a gazdasági és társadalomtudományi kar kiváló oktatója, a Mediáció munkavilágában címmel fog majd előadást tartani. A harmadik előadó pedig Novák Tamás lesz, aki a természettudományi kar alkalmazott informatika tanszékének oktatója, a Gyöngyösi Károly Róbert kampuszon dolgozik, és ilyen nagy energiás fizikai kutatásokat végez Amerikában. Hogy a címből is kiderül, magyarok Amerikában, a legújabb TENIX eredményekről hallhatunk majd itt beszámolót. Hát itt ilyen arany-arany ütközésekről lesz szó, ami ugye kapcsolatba hozható asszociáció szinten az arany 200-as évfordulóval is, de valószínűleg Tamás nem ebből az aspektusból fogja ezeket vizsgálni. Mint említettem, november 3-a, az ugye a tudomány ünnepe ugyan, esetünkben 8-a lesz ez a megnyitó, de ez egy program sorozat kezdetét jelenti nálunk is. Szervezeti egységeink mindidáig 45 rendezvényt regisztráltak, amit novemberben szeretnének az érdeklődők figyelmébe ajánlani. Hát ezt, hogyha egy kicsit utána számolunk, ez azt jelenti, hogy munkanaponként több mint 2 rendezvény jut átlagosan. Én úgy gondolom, hogy ez méltó szám az ünnep volumenéhez képest. A rendezvények az egyetem mind a 4 kampuszán, valamint a Budapesti Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban is zajlani fognak. Van ezek között tudományos és diszeminációs előadás, úgy, mint tudományos és diszeminációs konferencia, szakmai workshop, kerekasztal beszélgetés, mindenféle tudományterületről, könyvbemutató, kiállítás, egyéb művészeti tevékenység. Nyilván helyet kap az eseménysorozat keretein belül a 160 éves Sárospatak, illetve 100 éves Jászberényi tanítóképzés üdvözlése is. A Gyöngyösi Kampusz pedig a hivatalos záró rendezvényt fogja majd rendezni november 20-án. Természetesen ez a nyitó és záró rendezvény, ez ugyan keretet ad a rendezvénynek, de vannak ebből kilógások mindelőre, mind hátra. A november hónap az teljes egészében a tudomány jegyében zajlik az egyetemünkön is. A programkínálatunkról majd folyamatosan tájékozódhatnak az egyetem honlapján, egy programfüzet is készül, ami onnan szintén letölthető lesz. Annyit szeretnék még megemlíteni, hogy a nyitókonferencia, az intézmény nyitókonferencia, valamint a rendezvény sorozat eseményei a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának, valamint az EPOP 361 pályázatnak a támogatásával kerül megrendezésre, a támogatást tekintünk. Köszönjük. Köszönjük szépen mi is a színes beszámolót, és hát természetesen értesítjük majd a sajtóképviselőit a különböző nagy volumenű programokról, és várjuk a tudósításokat ezekről is, és hát ezt a rendezvénysort színesíti, egészíti ki, vagy árnyalja akár, az az Eszterházi Károly Emlékkonferencia, melyet úgy szintén ebben a hónapban rendezünk meg itt az egyetemünkön, többen részt vettetek 2014-ben azon a rendezvényen, amikor ünnepélyes keretek között megalakult itt az egyetem kápolnájában az Eszterházi Ánon kutatócsoport. Az ő konferenciájuk lesz ez most. Nagy Andort kérném meg, tudományos segédmunkatást, az Eszterházi Károly Egyetem kiadójának megbízott vezetőjét, hogy legyen olyan kedves, mutassa be ezt a rendezvényt a sajtóképviselőinek. Nagy tisztelettel köszöntöm én is a sajtóképviselőit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és hogy hirtathatok a jövő hónap 3 fontos eseményéről is, amelyek egyébként szervesen össze is függnek egymással. Mindenek előtt talán a legörömtelibb hír, hogy az Egyetem Nyelv és Irodalom Tudományi Intézete és az Eszterházi Ánon Tudományos Kutatócsoport közös javaslatára az Egyetem Dr. Honoris Causa címet kíván adományozni Dr. Bicske István professzor úrnak, a magyar irodalom történet egyik kiemelkedő alakjának és meghatározó egyéniségének. Mindig sok szállal kötődött Egerhez és az Eszterházi Károly Egyetemhez is, és nagyon fontos munkái születtek a barokkort meghatározó egri főpapok munkásságáról, köztük Eszterházi Károlyról is. A díszdoktor avatásról november 16-án kerül sor az Eszterházi Ánon Kutatócsoport éves tudományhavi konferenciájának a keretében. A tudományos konferencia másik esemény, amiről szeretnék hírt adni,
A rendezvény Eszterházy Károly egy püspöki életmű a tudományok és művészetek javára címmel kerül megrendezésre, amellyel hirtathatunk a kutatócsoport tevékenységéről és a legújabb kutatási eredményekről. Az idei konferencián a püspöki életművéhez kívánunk új, korábban nem ismert adalékokat hozzátenni, kiegészíteni az eddigi eredményeket, az eddigi ismereteinket, úgy, mint a püspöki uradalom irányításában betöltött munkájáról, Eger korabeli művészetében betöltött szerepéről, de szó lesz a püspök könyvkiadói tevékenységéről, a püspökkel kapcsolatos adomákról és születésének 200. évfordulójának Egerben való megünnepléséről is. Tehát, hogy 1925-ben hogyan emlékezett meg a város a püspök születéséről. Eszterházy könyvkiadói tevékenysége különösen aktuális lesz ezen a konferencián, mert az Egyetem Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszéke, illetve az Eszterházy Jánom kutatócsoport kollégáiból összeállt munkacsoport bemutatja a 2 éves kutatásának az eredményeit. Ez a harmadik esemény, amiről szeretnék hírt adni. A könyvkiadó Egri Líceum történet és kiadványjegyzék címmel kerül bemutatásra az a 2 kötetes bibliográfia, amely az egri püspöki és érseki líceumi nyomda kiadványait rekonstruálja a nyomda megalapításának az évétől az államosításáig, tehát a beszüntetéséig, 1755-től 1949-ig. És fontos hangsúlyoznunk, hogy a közel 200 éven át megszakítás nélkül működő nyomda nem csak az Egri Egyházmegyében, hanem az ország különböző területein élőket is ellátta a nyomda termékeivel. És ezáltal úgy gondoljuk, hogy a munka bemutatásával minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk Eger szellemi és kulturális életének eddigi fehér foltjáról, az egri főpapok könyvkiadási tevékenységéről, az Egri Líceumban folyó korabeli oktatásról, annak színvonaláról, de ugyanígy a város kevésbé ismert szellemi művelődéséről és mindennapi életéről egyaránt. Szeretettel várunk tehát mindenkit a november 16-ai díszdoktoravatásra, a könyvbemutatónkra és az Eszterházy konferenciára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. Amennyiben ezzel a témával, ezekkel a programokkal kapcsolatban nincs kérdés, így haladunk tovább, hiszen Eger szellemi és kulturális életét nagyon-nagyon szépen színezi így ősszel, immáron 5. éve, az a Kamara Opera Fesztivál, amely egy jó együttműködés eredménye gyakorlatilag. Nem telik el úgy sajtótájékoztató, hogy ne köttetne itt ennél az asztalnál egy-egy együttműködési megállapodás. Hát most nem fog, viszont az együttműködési megállapodásnak egy jó kis gyümölcsét láthatják itt a sajtóképviselői, hiszen ahogy mondottam, volt 5. éve működik ez a kooperáció. Az Eszterházy Károly Egyetem, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Kepes Intézet, a Gárdonyi Géza Színház és a Harlekin Báb Színház között. Sok szeretettel üdvözlöm kedves vendégeinket, Offenbacher Ferenc urat a Kepes Intézet képviseletében, Gulyás László urat a Egri Szimfonikusok képviseletében, és Éri Kovács András urat a Harlekin Báb Színház képviseletében. Én arra kérném most majd a kedves urakat, hogy legyenek olyan kedvesek, akár ebben a sorrendben, akár egy választott sorrendben, ismertesség az Egri Kamara Opera Fesztivál idei kínálatát, különlegességét. Úgyhogy átadnám a szót. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a sajtóképviselőit és a tisztelt megjelenteket. Tulajdonképpen a kezdetektől a Kepes Intézet nagyon fontosnak tartotta, hogy ez a Kamara Opera Fesztivál Egerben megvalósuljon, hiszen szerintem egy hiánypótló rendezvényről van szó, egy olyan gyöngyszeméről a városnak, ami más szintre emeli a kultúrát. És nagy örömmel látom azt, hogy egyre több partner lép ebbe a együttműködésbe. A legelső Kamara Opera Fesztivál az kizárólag a Kepes Intézetnek és a Szimfonikus Zenekarnak volt a projektje. És most már, ahogy a előttünk szólótól is hallottuk, 4-5 partner van már ebbe az együttműködésbe. A kezdeti nap lesz a Kepes Intézet napja tulajdonképpen. Egy Donizetti operával, a Csengővel fog kezdődni.
amely a szimfonikus zenekarnak, a Magyar Állami Opera és a Debreceni Csokonai Színháznak a együttesei, énekesei fellépéséből fog állni, valamint az Eszterházy Károly Egyetemnek a kórusa is a háttéréneket szolgáltatja. És itt jegyezném meg, hogy az egész programsorozatnak nálunk van a jegyértékesítése, tehát várunk szeretettel minden érdeklődőt, és a programokról részletesedben pedig átadnám a szót a Gulyás kollégának. Köszönöm szépen. Van-e szükség Egerben Kamaróopera Fesztiválra? Ezt a kérdést tette fel nekem tegnap egy barátom, és valóban ez megérne egy szimpóziumot talán majd jövőre. Hiszen ez egy izgalmas kérdés. A társadalom jelentős részének ugyanis semmilyen adekvát viszonya nincs a magas kultúrával, ezt most nem bántásképpen mondom, ezek tények. Akár kortárs képzőművészetről beszélünk, mondjuk Francis Bacon-ről, vagy akár a kortárs zenéről, Szemző Tiborról, vagy Ötvös Péterről. Ez a mi felelősségünk, hogy ezeket az embereket és ezeknek az embereknek a művészetét megismertessük, és megismerjék az emberek. És a Kamaraopera Fesztiválnak, ami azért már 5 éve működik, tehát nyilvánvalóan fontos része Eger város kulturális életének, nem csak hiánypótló szerepe van, hanem egy picit művelő szerepe is. Tehát olyan produkciókat hívunk meg a fesztiválra, és olyan produkciókat valósítunk meg, hiszen a mostani fesztiválon is több olyan produkció lesz, amit itt helyben, helyi erők közreműködésével valósul meg, ami igazán izgalmas lehet azok számára is, akik a mindennapjaikat nem ebben a közegben élik. Együttműködő partnerünk a Babsza Miankó gyermekszínház, aki egy Pöttöm Panna gyerekeknek szóló előadást fog előadni a Gányi Géza Színház stúdiószínpadán, amiről igazgató úr itt már beszélt, hogy a nyitó rendezvény az a Kepes Intézetben lesz november 10-én 18 órakor Donizetti a Csengő című vígoperájával, egy egyfelvonásos vígoperájával, amiről majd Iri Kovács igazgató úr fog beszélni. Az egy remek bábopera, vígopera, Kocsonya Mihály házassága, amit a Harlekin Báb Színház 6-6-os közreműködésével valósítunk meg. Vannak olyan jól bevált helyszínek is, amik évről visszatérnek, ilyen például az Agria Park bevásárló központ, ahol egy picit meghökkentjük az embereket, hiszen minden évben csinálunk egy flashmobot, ami azzal kezdődik, hogy a flashmob előtt fél órával lekapcsolják a számomra is nagyon idegesítő populáris zenét, és opera részletek mennek a pláza rádiójában. Ez is már egy picit népművelő jelleggel, a viccet félretéve, ott utána megjelenik az Egri Szimfonikus Zenekar jelentős része, amit egy-két énekes, és kivisszük az emberek közé, azok közé az emberek közé, akik épp ott esznek, isznak, azt a fajta kultúrát, amivel azért ritkán találkoznak. És szintén egy olyan rendezvény lesz 11-én, ami már évek óta talán ez az egyik fénypontja Kamaraopera Fesztiválnak, aminek most Szabó Sipos Máté karmester úr az Étek szóval, muzsikával címet adta. Ez az egyetem dísztermében valósul meg. A csúcs gasztronómia és az operairodalom egymásra talál ezen az estén. A Macok Bistro és a Szimfonikus Zenekar jóvoltából. Természetesen itt közreműködnek vendégművészek, vendégénekesek ezen az esten, és hát egy fantasztikus élménnyel lesz minden évben gazdagabb, aki ellátogat erre az eseményre. Ami még eddig nem volt, az most már lesz november 12-én, reggeli mézes mackóval
címmel, amit szintén Szabó Sipos Mátékkal nagyon talált ki. Ő nagyon vicces kedvébe volt, amikor ezeket a címeket adta. A Brum Brum lényegében büfé nevezető helyen lesz egy beszélgetés azzal a Szenző Tiborral, aki az underground zenei élet egyik meghatározó képviselője Magyarországon, akiről már itt a bevezetőben beszéltem. Ő a magyar underground zenei élet Basquiatja, hogyha képzőművészeti hasonlatot tennék. Egy rendkívül izgalmas úriemberről van szó, akinek rengeteg projektje, filmje, performansza, zenei átirata, saját zenei vannak. Vele lesz egy beszélgetés, ami szintén picit kötődik az egyetemhez, hiszen a beszélgetést Halsány Judit vezeti, moderálja, aki ugye az egyetem munkatársa. És 12-én este lesz Szemző Tibornak egy performance a Koponya Alapítörés, hogy felcsigázzam egy picit az érdeklődést az esemény iránt. Annyit elárulhatok, hogy nem egy szokványos darabról van szó. Egy televízióval beszélget egy úriember, közben játszik egy vonós négyes, ami kicserélődik egy cigány zenekarra, és mindezt úgy, hogy közben egy pörköltet fogyasztanak el. Tehát azt gondolom, hogy nem megszokott dolgok fognak történni az egyetem 125-ös előadó termében, hiszen ez ott lesz, ez az esemény. És az egész Kamaraopera Fesztivált egy nagyon jelentős darabbal zárjuk. A Budapesti Operett Színházból meghívtuk a Kreatív Kapcsolatok című darabot, amit a jelenleg egyik legfelkapottabb rendező, Székely Kriszta rendezett. És szintén az egyetemen lesz a 302-es teremben. Ez egy nagyon komoly darab, amiről az egész fesztivál kapta tulajdonképpen a tematikáját, hiszen ennek a darabnak az a címe, Kreatív Kapcsolatok, és hát mi a kapcsolatokat választottuk, hiszen ha végignézzük a programot, akkor gyermek-szülő kapcsolata, családi kapcsolatok, szerelmi kapcsolatok, baráti kapcsolatok, tehát mindenféle kapcsolatok megfordulnak ezekben a darabokban, és ha már baráti kapcsolatoknál tartunk, akkor szeretném kiemelni, hogy köszönjük a lehetőséget dr. Liptai Kálmán rektor úrnak, hogy évről évre támogatja ezt a rendezvényt, Offenbacher Ferenc úrnak, hogy a Kepes Intézet úgy, ahogy említette, a kezdetektől fogva mellé állt ennek a rendezvénynek, Éri Kovács igazgató úrnak, hogy ettől az évtől csatlakoztak ehhez a rendezvényhez, és reméljük, hogy a jövőben is csatlakozni fognak. Ez egy összefogás eredménye. Kapcsolatokat építünk, a szimfonikus zenekar is kapcsolatot épít. Hiszünk abban, hogy utat kell mutatnunk itt Egerben is, ha már a 2023-as LKF pályázik a város, tehát a Kuta és főváros nem lehet kultúra nélkül. Úgyhogy nagyon fontos szegmense lesz, reméljük a Kamaraopera Fesztivál is ennek, mint ahogyan nagyon fontos produktumai mondjuk a Kepes Intézetben megvalósuló kiállítások, vagy a Báb Színházban lévő előadások is. Hiszünk abban, hogy egy igazi kulturális gyöngyszemet építünk itt Egerben közösen, és hát várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel az 5. Egri Kamaraopera Fesztivál összes előadására. Köszönöm szépen! És köszönöm! És akkor igazgató úr, jösszom. Igen, gondolom, nekem is kellene néhány gondolatot most itt megosztanom. Nagyon felemelő érzés egyáltalán itt ülni az egyetem falai között. Nagyon köszönöm, hogy meghívtak erre, és az is egy nagyon felemelő érzés, hogy én, aki magam gyakori kortárs zene hallgató vagyok, és nagyon sok kortárs zenei koncerttel részt veszek, és én azt gondolom, hogy a kortárs zene megérdemelné azt az érdeklődést, amit én is mutatok mindenki felől a kortárs zene iránt, mert egy egészen különleges zenei világ, és azt hiszem, hogy a kortárs életünknek egy legkülönlegesebb kifejeződése maga a kortárs zene. És ha ehhez még hozzáteszem azt, hogy a
szimfonikusoknak, az zenei szimfonikusoknak már évek óta egy hatalmas törekvése, éppen egy kamaraopera fesztivál keretében, hogy a kortárs zenét népszerűsíti. Gondoltam, hogy akkor mi is részt veszünk ebben, illetve felkértek, hogy vegyünk részt. Tavaly már közreműködtünk, segítettünk a Szati Esnek a szervírozásában, és akkor már közelről érintett ennek az élménye, de én magam kezdetektől fogva, amíg itt vagyok a városban, lelkes nézője vagyok az összes kamaraopera fesztiválnak. Most visszatérve a kortárs zenére, összekötni a báb műfaját, a báb színház műfaját kortárs zenével, ez egy különleges dolog. És én magam, aki valamikor egyszer már, pont amikor először találkoztam a báb műfajával, akkor éppen Kósa György Kocsonya Mihály házassága című kortárs operát csináltam Budapesten a Kolibri Színházban, ez most már körülbelül 20, nem tudom, hány éve volt, és annak az élménye mai napig is elkísért, és most felajánlottam Gulyás Lacinak is, meg Szabó Sipos Mátének is, hogy mit szólnánk, hogyha mi most beszállnánk egy komplett előadással, tehát mi most csinálnánk egy báboperát, egy kortárs báboperát ebből a műből, ami most egy olyan kifejezéssel, most már minden figura báb lenne, és minden figura különleges, érdekes az, hogy énekel is, meg a bábmozgató énekel. Ebben az a különlegeség, a két főszerepre természetesen képzett énekes színészt hívtunk, de a kisebb szerepekben az én társulatom vesz részt, tehát ők Szabó Sipos Máté meghallgatta őket, és felemelő érzés volt számomra, hogy azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ilyen hangokkal mást is lehet csinálni, nem csak bábozni. És akkor mondtam, hogy de hát ők főleg ebben izgalmasak, hogy ők bábosak. Tehát jól énekelnek így, aztán mi a társulatunk élő előadásként, élő zenével létrehoz egy ilyen fantasztikus művet, amit éppen ezen a Kamaraopera Fesztiválon fogunk bemutatni november 10-én este 8 órakor. Nagy szeretettel várunk mindenkit, ez egy különleges esemény, azt gondolom, és megérte a befektetést. Tehát én egy komplett bemutató költségvetését áldozom erre az ügyre, annyira szeretem és annyira azt gondolom, hogy ez fontos ügy Eger városának a Kamaraopera Fesztivál. Köszönjük szépen az uraknak a részletes beszámolót, a sajtóképviselőjének pedig azt, hogyha eljutatják ennek hírét Egerváros lakosai felé, és minél többen részt vesznek majd ezeken a remek rendezvényeken. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs kérdés, így haladunk tovább, az utolsó programpontunk következik. Egy tudományra, kultúrára éhes, innovatív egyetem fontos fokmérője, jellemzője, a pályázati siker, illetve sikerek. A mai rendezvényünket is ezeknek az ismertetésével szeretnénk zárni. Prokajné Szilágyi Ibolya pályázati projektirodavezető asszonyt kérem fel erre. Köszönöm szépen, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ennyi csodás program után egyébként nagyon nehéz megszólalni, és úgymond száraz tényekről beszélni, de azért egy kísérletet teszek. Az idei év a pályázatírás és a szerződés kötések éve volt. Számos projektünk, ahogy már beszámoltunk erről az előző hónapokban, január folyamán elindult, viszont azóta is a tavasz és a nyár folyamán számos projekt ötletet, projektjavaslatot nyújtott be az Eszterházy Károly Egyetem, és igen nagy sikerrel, szinte mondhatni, hogy 100%-os sikerrel ezeket a pályázatokat meg is tudtuk nyerni. A futó pályázatainkról is azért rejtenék néhány szót, hisz folyik egy napelemes beruházás egy KEHOP konstrukció keretében, aminek az első fázisát már le is zártuk, és a Sasúti Kollégium, valamint a Sárospataki Campus tetején már ott csillognak a vadonatúj napelemek, és működésbe is léptek, tehát hozzájárulnak a mi energiatudatosságunkhoz és az energiaigényünk csökkentéséhez. A másik fázis az a Lányka úti kampuszon valósul meg, ez a beruházás még jelenleg folyamatban van, de az ősz során ez is elkészül és működésbe lép. A számos kiemelt projekttel büszkélkedhet az Eszterházy Károly Egyetem, ami az eddigiekben nem volt ugyan sajátunk, de
most kitüntetett figyelmet kaptunk az Emberi Erőforrások Minisztériumától, és nagy erőkkel folyik a komplex alapprogramnak is a megvalósítása. Erről most csak annyit szeretnék mondani, hogy a múlt héten Pécsen jártunk kis csapatunkkal, és az Élmény Suli legújabb száma, ez a pécsi eseményről fog beszámolni, egy csodajó kis iskolába jártunk, ahol még boldogság órája is van a gyerekeknek, úgyhogy én ajánlom mindenki figyelmébe ezt az élménysulit. Ami az új pályázatokat illeti, számos pályázatunk indult most szeptember 1-el, és ezekről szeretnék hírt adni. Az egyik az az Eszterházy Károly Egyetem infrastruktúrális fejlesztését segíti elő. Közel 1 milliárd forintnyi összeget nyertünk arra, hogy az infrastruktúránkat fejlesszük. Ennek a pályázatnak két fő része van, két beruházási elemre nyújtottunk be projektjavaslatot. Az egyik beruházási elemben oktatási eszközfejlesztés, műszer és laborfejlesztés fognak megvalósulni. Ezek főleg az informatika, a sporttudomány, a vizuális művészetek, a gazdasági képzések és a pedagógus képzésekhez kapcsolódnak, mint oktatási területek, és ezek keretében oktatási eszközfejlesztés, labormodernizálás, hallgatók gyakorlati munkavégzését biztosító oktatási környezet modernizálás, valamint informatikai infrastruktúra fejlesztések fognak megvalósulni már ettől az évtől. A másik beruházási elemben pedig a Lányka úti kampusz legrosszabb állapotban levő épületéből szeretnénk valami új csodát varázsolni. Ez egyszer már sikerült, úgyhogy reméljük ez is sikerrel fog járni. Ugye az idén fejeztük be a Lányka úti C-csillag jelű épületünknek a modernizálását, ami én úgy gondolom, hogy csodajól sikerült, egy nagyon modern, aktív épület jött létre, viszont mellette van egy igen elhanyagolt régi épületünk, aminek a megújítására most kísérletet szeretnénk tenni. Ez most a tervezési, kiviteli tervek készítési szakaszban van, és remélhetőleg jövő évben elindulnak a beruházásnak a lépése, és egy gyönyörű új épülettel fog gazdagodni a kampuszunk. A többi pályázati beszámolómnak a mottója talán lehetne az együttműködés, hisz mindegyik valamilyen együttműködés keretében fog megvalósulni. Az egyik egy EFOP 362-es konstrukció keretében benyújtott pályázat, melynek a Debreceni Egyetem a konzorcium vezetője, az Eszterházy Károly Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem csatlakozott ez a konzorciumhoz. Komplex vidékgazdasági és fenntarthatósági fejlesztések kutatása, a szolgáltatási hálózatának kidolgozása a Kárpát-medencében, ezt a címet viseli a pályázat, és hogy egy picit közelebbről lássuk, hogy miről is van szó. Itt az élelmiszer és az agrártudományok területén fognak megvalósulni kutatásfejlesztési tevékenységek. Az Európai Uniónak a multifunkcionális agrármodelljét fejlesztik gyakorlatilag tovább a kollégák és kutatják. Itt alapvetően lehetőség nyílik a multifunkcionális mezőgazdasághoz kapcsolódó alapkutatások folytatására, fiatal kutatóknak a kutatásba való bekapcsolására, bevonására, kutatási eredmények széleskörű nemzetközi megismertetésére, valamint nemzetközi kutatási hálózatokhoz való csatlakozásra. Ez a projekt közel 3 éven keresztül fog, tehát konzorciumi formában megvalósulni. A következő projektünk az szintén ugyanennek a 362-es konstrukciónak egy másik elnyert projektje, amit az ELTE Savária Természettudományi Centruma vezet, és a Kaposvári Egyetem mellett az Eszterházy Károly Egyetem kapcsolódott be ebbe a megvalósításba. Nemzetközi kutatási környezet kialakítása fényszennyezés vizsgálatának területén ezt a címet viseli a projekt, és itt többet között nemzetközi együttműködésben kutatások fognak megvalósulni a fényszennyezés hatásának széleskörű vizsgálata kapcsán, valamint egy magyarországi fényszennyezettségi állapotfelmérés is fog történni, és ami még egy érdekesség ennek a projektnek, hogy itt szerepel egy világítási projekt is ennek a pályázatnak a részeként, amelynek a keretében két kis településen fogják demonstrálni azt, hogy hogyan lehetséges olyan közvilágítást kiépíteni, ami környezeti szempontból is optimális, és nem szennyezi a környezetet.
A negyedik és a mai napra egyben az utolsó beszámoló, az egy szlovák-magyar együttműködési programhoz kapcsolódik. Ez egy Interreg pályázat keretében megvalósuló együttműködés, az Esterházy Károly Egyetem és a Kassai Pavel József Safarik Egyetem együttműködésében. Itt egy olyan térinformatikai keretrendszert terveztek és valósítanak meg a kollégák, aminek az alapgondolata az egységes borvidék megjelenésének és szerves fejlődésének támogatása volt. Itt a Tokaji borvidékről van szó, és a Tokaji borvidék településeinek térinformatikai támogatásáról. Itt a tervezett rendszer, amit közösen építenek ki a két egyetem kollégái, képes lesz integrálni és megjeleníteni a szlovák és a magyar oldalon rendelkezésre álló és egységesített térinformatikai adatbázisokat, támogatni fogja a területi tervezést, fejlesztést, a közös marketing stratégiák kialakítását, a fenntartható tájtervezést, a fenntartható gazdálkodási feladatoknak a megvalósítását. Úgyhogy sok sikert kívánunk és kitartást a kollégáknak a projektek megvalósításához, én pedig köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a beszámolót, minden jó habor a vége. A végszót Liptai Kámár rektor úrnak adnám meg. Köszönöm szépen. Kettő mondatot. Egyrészt szeretném a tisztelt sajtót tájékoztatni a hogy létemről. A kollégák megleptek Kálmár napra egy olyan fehér pólóval, amin a Líceum alaprajza van rajta, mondvá, hogy hordjam magamon is a Líceumot, ne csak benne legyek, és abban van egy piros pont, és az a szöveg van a pólón, hogy ön itt ül. Ez nyilván egy kritika is, hogy nem ülök mindig ott, viszont ahol most ülök, az nagyon jó hely, tehát úgy gondolom, hogy az itt ülő vendégek, kollégák pont azt a filozófiát tükrözik, ahogy mi az egyetemről gondolkozunk, ahogy Egerről gondolkozunk, ezt talán Gulyás László igazgató meg is fogalmazta, hogy nekünk milyen feladataink vannak itt Egerben. Úgy gondoljuk, hogy ez most nagyon úgy sikerült, ahogy mi szeretnénk, tehát a tudománytól, a művészeteken keresztül, a háttér alapokig. Nagyon-nagyon veletesre sikerült ez az összeállítás. És ugye a második, amiről szeretnék beszélni, hogy a pécsi kirándulásról előtte is beszéltünk egy pár mondatot, és Ibolya pont azt a mondatot mondta el, ami nekem megragadt a beszélgetésünkből is, hogy van egy iskola, ahol boldogságórák vannak. Amilyen hosszúra sikerül ez a sajtótájékoztató, ez csak nagyon-nagyon mániákus Esterházy fanok nézik végig. Tehát kizárólag, hogy egy ilyen hosszú sajtótájékoztatót ma, amikor lehet közben kattingatni és mindenféle gyors információt 3 percenként megnézni, valószínűleg nagyon-nagyon eltökéltnek kell lenni, hogy valaki végignézze ezt, és azért kértem a végén szót, hogy elmondjam az egrieknek, hogy akik esetleg egyet elmulasztanak, és csak az én utolsó mondatomat hallják, itt ma boldogságórákat ajánlottunk az egrieknek, Eger környékűeknek, mindenkinek, aki európai szintű szórakozással kíváncsi. És bárki, hogyha visszapörgeti és megnézi ezeket, akár legyen ez kultúra, legyen ez tudomány, legyen ez Esterházy életút, ez olyan boldogságórát ad, ami talán olykor ritka, hogy jöjjenek el tényleg, nekünk mindig nagy gond az, hogy nem tudjuk átadni igazán azt, hogy mennyire lelkesek vagyunk ebben a dologban. Érdemes lenne sajtótájékoztató helyett mondjuk egy olyan beszélgetést véghez vinni, amit az urakkal szoktam folytatni, hogy mennyire lelkesek, mennyire eltökéltek a kollégák, barátok, jó akarók ebben a városban, hogy meg kell tisztelni ezeket az embereket, ezeket a kiváló terveket azzal, hogy el kell jönni, meg kell kóstolni, és utána kell véleményt mondani, hogy jövőre megint újra ugyanitt. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a figyelmet. Meg kell a következő hónapban is. Várunk szeretettel az Esterházy Károly Egyetemen. További szép napot kívánunk mindenkinek. Köszönjük.